A rendőrök személyes jelenléttel segítettek a tanév első napján az oktatási intézmények környékén. Ügyeltek a parkolók, járdák és zebrák helyes használatára, hogy mindenki biztonságban beérjen az iskolába. Sorra érkeztek a kis és a nagyobb diákok a nyíregyházi Kodály Zoltán általános iskola tanévnyitójára. Országosan mintegy 100 000 gyermek vált intézményt, vagyis hagyja hátra az óvodát és kezdi az iskolát, a cica betűk írását. El sem hiszem azt, hogy most itt állok, pedig ez igaz, Kodályos vagyok. Nemrég óvodába jártam, énekeltem, rajzoltam, mókáztam. 60 új elsősünk lépett ma be az iskola kapuján, és hát további összesen 430 diákunk kezdi meg ezt a tanévet, és az elsősök azért elmondanám, hogy nem elsőnek léptek be, hiszen Csibe táboroztattunk júniusban, így remélhetőleg már ismerősként köszöntik egymást, és egy kicsit megsegítettük ezzel a tanévkezdést. A pedagógusok már júniusban megkezdték a felkészülést nem csak az év első napjára, hanem a 2024-2025-ös tanévre. Úgy búcsúzunk el eleve az előző tanévben, júniusban, hogy már mindenki tudja, hogy milyen osztályokat fog vinni, milyen tanórákat tart, vagy milyen egyéb foglalkozásokat, és hát természetesen nyáron is próbáljuk ezeket előkészíteni. Közben az épület falain belül zajlanak a karbantartások, kisjavítások, próbáljuk szépíteni, tisztán várni a gyerekeket, és hát egy esztétikus 21. századnak megfelelő épületben. A gyerekeknek van idejük megszokni az iskolai körülményeket és alkalmazkodni az elvárásokhoz, hiszen legközelebb csak az őszi szünetben tudnak majd pihenni, amely október 26-án kezdődik. Az ehhez hasonló fontosabb dátumok, a témahetek és a szakmai programok már régóta ismertek a pedagógusok számára, de vannak újdonságok az idei tanévben, amelyekhez alkalmazkodniuk kell az intézményeknek. A mindennapos testnevelésnek a megszervezése idén is feladatunk, de ugye más jogszabály kicsit szűkíti, nem véletlenül a 2 órás lehetőséget. A szülő, hogyha a gyereke sportol és versenyszerűen sportol, ezt eddig is kérhette az iskolától. Ez egy picikét részletesebben szabályozásra került. A keretei szigorodtak, ha mondhatom. A másik, ha ugye országszerte felborzolta a kedélyeket a mobiltelefonok használata, ami mellett vannak érvek és ellenérvek, és ezzel kapcsolatban is holnap is egy konferencián fogok részt venni itt Nyíregyházán. Az állami fenntartású köznevelési intézmények 96%-a már korábban szabályozta a mobiltelefon használatot. Beárnyékolja a tanévkezdést, hogy sok iskola küzd tanárhiánnyal. Idén augusztus közepén még 960 tanári és 368 tanítói állásra lehetett jelentkezni a közszolgálás portálon.